Sok-sok szeretettel köszöntelek benneteket, a Gitin traktátus 5-ös lapja lesz a mai tananyagunk. Gyorsan frissítsük föl, hogy miről is beszéltünk most már napok óta. Misnánk azt rögzítette, hogy amikor a tengeren túlról, külföldről valaki postásként, küldöttként hoz egy getet, egy vállólevelet, akkor amikor ezt a vállólevelet átadja, akkor azt kell, hogy mondja, be fanáj nechtáv, be fonáj nechtám. Előttem írták, és előttem írták alá ezt a vállólevelet. Miért volt erre szükség? Nos, erről vitatkozott Rava és Rába. Rába azt mondta, hogy azért kell ezt csinálni, mert félünk attól, hogy a külföldi bézdinek, a külföldi bíróságok nem eléggé felkészültek, és nem tudják azt, a fontos szabályt, hogy egy vállólevelet mindenképp az adott vállásra névre szólóan kell elkészíteni, és előfordulhat, hogy egy korábban nem felhasznált, vagy egy előre legyártott bianco getet készítettek. És hogy biztosra menjünk, ezért mondja a küldött, hogy előttem írták, és előttem írták alá. Más szóval láttam, hogy ez a get erre a vállásra készült. Rava azt mondta ezzel szemben, hogy nem ez a probléma, hanem az a probléma, hogy általában minden okiratnál a később kérdések merülnek föl az okirat hitelessége kapcsán, akkor a tanúk azonosításával lehet érvényt szerezni az okiratnak. Normál esetben ez sokféleképpen történhet, az egyik legkézenfekvőbb dolog, hogy behívjuk a két tanút, aki az okiratot aláírta. Na de hogyha a tengeren túlról Izraelen kívülről jön ez az okirat, a távolból, akkor sokkal nehezebb lesz a későbbiekben ezt azonosítani, és ezért a küldött, aki magával hozta a getet, már előre úgymond beazonosítja őket, és azt mondja, előttem írták, és előttem írták alá. Nos, hosszú napok óta erről beszélünk, hogy akkor mi is az igazi oka ennek a rendeletnek. És tegnap arra a meglepő konklúzióra jutott a Talmud, miután különböző forrásokból ellenvetéseket vetett fel ennek és annak is a véleményével szemben, hogy feltetően azt kell, hogy mondjuk, hogy Rába egyetértett Ravával, tehát amikor azt mondta, hogy a küldött azért kell, hogy mondja, hogy előttem írták, és előttem írták alá, mert ezzel biztosít bennünket arról, hogy a külföldi bézdin is kellően fel volt készülve, és tudta azt, hogy a get, a vállólevél az egy adott vállásra, személyre szólóan kell, hogy készüljön, akkor ezt egy plusz érvként, egy plusz okként említi, de ő is egyetért az alapállással, amit Rave mond, jelesül, hogy azért is szükség van erre a mondásra, mert valóban probléma, hogy később nehezen lehet majd a tanúkat és ezen keresztül a kérdéses okiratot azonosítani. Tehát így most akkor arra a konklúzióra jutottunk tegnap reggel, hogy két vélemény van. Rava azt mondja, hogy ennek a mondásnak, már annak a mondásnak, hogy küldött, azt kell, hogy mondja, hogy előttem írták, és előttem írták alá. Ennek a mondásnak egyedül az az oka, hogy ezzel beazonosítsuk a tanúkat, a későbbi kérdéseket elkerülendő. Ezzel szemben Rába azt mondja, hogy ez valóban így van, de van egy plusz ok is, és ez pedig az, hogy nem tudhatjuk, hogy a külföldi bézdinek eléggé felkészültek-e, és tudják-e, hogy névre szólóan, és cél, és adott személyre szólóan kell, hogy készüljön a get. Ez volt tehát a tegnapi konklúziónk, de a Talmud még mindig nem nyugszik bele ebbe a pozícióba, és továbbra is próbálja Rába véleményét cáfolni. Tehát cáfolni azt, hogy két oka lenne a Misnában hivatkozott rendeletnek, mely szerint a küldött, amikor hozza a vállólevelet, azt kell, hogy mondja, előttem írták, és előttem írták alá. Úgyhogy nézzük most a négyes lap végén, a Talmud egy későbbi Misnára fog hivatkozni, és ebből fogja megpróbálni Rába véleményét megdönteni. Nám! A mély vigét mindezzi, a vénni jachal lémer, befanai nechtam, befanai nechtam, imjéselab, eidim, jiszkáim, bechaiszfab. A Misna arról beszél, hogy mi van akkor, ha hoz valaki egy getet
a tengeren túlról, de nem tudja azt mondani, hogy előttem írták, és előttem írták alá. Nos, hogyha vannak tanuk, aláíró tanuk a get alján, akkor az egyetlen megoldás, hogy azokat próbáljuk meg valahogy beazonosítani. És ott a Talmud fölteszi a kérdést, hogy tulajdonképpen mit jelent az, hogy nem tudja azt mondani? Mi szerint nem tudja azt mondani, hogy előttem írták és előttem írták alá. Esetleg fizikailag nem tudja mondani. Illeim a cheres. Talán azért, mert siket? Süket néma az illető. Cheres bár ez szüje gitahú? A kölkseim lehavi ez a gett, húz mi se esőt. Vagy katn? Ez a Talmud nem, ez, az nem lehet, mert a siket nem hozhatna, nem járhatna el a gett hozatala kapcsán, nem lehetne, nem válhatna küldötté, hiszen azt tanultuk, hogy mindenki válhat küldötté egy get hozására, kivéve a jogképtelen személyeket, és ez ugye a süket, a elmeháborodott és a kiskorú. Tehát akkor nem erről van szó. Van már a vjöjszé, van, ha már miszkinak. Gamisan azt mondok, súpiké, akkor lészpik, lemi, fane, nektav, fane, nektav, átsen, niszkáres. Azt mondta erre Rabbi Yosef, hogy mi a feloldása ennek, mit jelent az, hogy nem tudja azt mondani. Ez azt jelenti, hogy amikor megkapta a getet, amikor megbízást megkapta, és így megbízottként hozza a getet, akkor még alkalmas, jogképes cselekvő volt, még egészséges volt, de mire megérkezett a gettel, megsüketült és elnémult, és ezért még jogképes cselekvő hozhatja a getet, de mégse tudja mondani, hogy előttem írták, és előttem írták alá. Oké, de a lényeg az mi? Hogy mit mond a Talmud? Hogy lehet feloldani azt a problémát, hogy nem tudja azt mondani, hogy előttem írták, és előttem írták alá? Azonosítsuk be a tanukat. De Rava Niha, ez Rava véleményével teljesen egyező, tehát ez így érthető, mert mit mondott Rava? Az egyetlen probléma, hogy a tanukat nem tudjuk beazonosítani. Oké, okay, tehát ha nem tudjuk, akkor most beazonosítjuk, és ezzel jó lesz. De Rába kássa, viszont Rába szerint ez még mindig nem lenne elég, hiszen Rába mit mond, hogy szerinte azért kell mondania, hogy előttem írták, és előttem írták alá, mert ezzel arról is biztosít bennünket, hogy az a Bézdin, az a bíróság, ahol ez a get készült, tisztában volt azzal, hogy a getet névre szólóan kell készíteni. Mit segít ezen a problémán, hogyha ezt nem mondja, mert nem tudja mondani a küldött? Mit segít az, hogyha azonosítjuk a tanukat? Azt még mi nem fogjuk ebből tudni, hogy a Bézdin, a bíróság ott valahol a tengeren túlon tisztában volt ezzel a szabállyal. Ez tehát egy nagyon komoly ellenvetés Rába magyarázatában. Azt mondja a Talmud, érdekes dolgot mondja a Talmud, azt mondja, igen, ez az misna, amit itt olvasunk, ezt azután írták, hogy már külföldön is megtanulták, hogy így kell csinálni. Kicsit erőltetettnek tűnik a válasz. De akkor tehát arra van szó, hogy tulajdonképpen Ráb, miután már külföldön is megtanulták ezt, utána Rábának csak az az állítás, hogy nem vagyunk benne biztosak, hogy tudják, az már érvényét veszíti, tehát akkor az egyetlen probléma, ami fennmarad, az az valóban, hogy nem tudjuk beazonosítani, nem tudjuk, hogy kik a tanúk, és ezért, ha nem tudja mondani, és ezzel egyben azonosítani a tanúkat, hogy előttem írták, és előttem írták alá, akkor marad az azonosításnak a hagyományos formája. Azt mondtam, hogy ihachi, jachil, nami. Azt mondtam, hogy oké. De hát, hogyha arról van szó, egy olyan esetről beszélünk, amikor már megtanulták, a külföldi bézdinek is, hogy névre szólóan kell a getet készíteni, akkor miért csak arról az esetről beszél a misna, amikor a megbízott, a küldött nem tudja mondani azt, hogy előttem írták, és előttem írták alá. És mi van, hogyha tudja mondani? Ha tudja mondani, akkor lehet, hogy akkor se kell, hogy mondja, hiszen a misna egy olyan esetről beszél, amikor lehet azonosítani a tanukat, hiszen ezt a tanácsolja, hogy hát ebben az esetben akkor azonosítsuk a tanukat. Azt mondja, amúgy sem a zéről sem a jákszott davar a kilkullai. Azt mondja, amúgy, oké, jogos. De azért kell, hogy mégis mondja, ha tudja mondani, mert ugyan a külföldi bézdinek megtanulták,
hogy névre szólóan kell getet készíteni, de lehet, hogy majd elfelejtik. Nagyon furcsa. Azt mondtam, hogy iachi, én iachi, nami? Azt mondtam, hogy várjunk csak. De hát akkor, ha fönnáll ez a probléma, és tartunk attól, hogy ugyan megtanulták, de lehet, hogy majd elfelejtik, akkor megint csak ugyanott tartunk, ahol a part szakad, hogy ha nem tudja mondani a küldött, akkor nem elég, hogy azonosítjuk a tanukat, hanem akkor a get nem jó, mert lehet, hogy ugyan megtanulták, de már elfejtették, hogy személyre szólóan kell készíteni a getet. Azt mondja, Talmud, Pikaich, Venis, Hares, Minszedelés, Hicha, Minszedelés, Hicha, Laik, Azrubén, Abonnan. Szóval jogos, de tekintete, hogy az egész eset arról szól, hogy valaki, amikor átvette a getet, hogy hozza, mint megbízott, még egészséges volt. Majd amikor megérkezett, addig a siket lett. Ez egy eléggé ritka és távoli eset, és ezért a rabbik ebben az esetben nem rendelték ezt így el. Nem mondták azt, hogy ugyan megtanulták a külföldi béznek, de lehet, hogy elfelejtik, és ez egy ritka eset. Ritka esetekkel nem foglalkoztak. Azt mondtam, hogy igen, de ha isa, de le is hicha. Azt mondta, hát ez nem igaz. Mert látjuk, hogy a rabbik foglalkoztak, igenis foglalkoztak ritka esetekkel. Itt van az asszony esete. Utnán, ha isa, átszolom, hogy világítom, versetzi, ha lejjön, mert van egy nechtom. A Talmud idézi, hogy a 23-as lapon majd lesz egy olyan misna, ami arról szól, hogy mi van abban a nagyon ritka esetben, hogyha a férfi magával, a feleségével küldi a getet Izraelbe. A feleségét magát megbízottá teszi, valahol a tengeren túlon, és azt mondja, itt van ez a get, de még ne legyél tőlem elválva ezzel a gettel, fogd a getet, menjél Izraelbe, és majd amikor Izraelbe érsz, akkor váljál el tőlem vele. Erre azt mondja a misna, hogy ezt el lehet fogadni, ez a megbízás az érvényes, azzal a feltétellel, hogy az asszony is kell, hogy mondja, amikor odaér a bíróság elé, hogy előttem írták, és előttem írták alá. Most ennél ritkább és abszurdabb helyzet nehezen képzelhető el, ez nem kevésbé abszurd és ritka, mint hogy valaki megbízottként, egészségesen megbízottként átveszi a getet, és amikor mire megérkezik, addigra lebetegszik és siketté válik. És mégis, mit mondott a misna? Hogy ebben a ritka esetben is a nő kell, hogy mondja, előttem írták, és előttem írták alá, tehát a ritka esetekkel is foglalkozik a Talmud. Azt mondja, a Talmud nem, és lőj, tachlik be slichusz. Azt mondja, nem. Igaz, hogy ez egy ritka eset, de ettől függetlenül a misna nem akart különbséget tenni a különböző megbízottok és a különböző küldöttek között, és ezért rendelte el, hogy az asszony is, hiába ez egy nagyon ritka eset, mégis kell, hogy mondja ezt, hogy előttem írták, és előttem írták alá. És valójában a siket is kéne, hogy mondja. Tehát az, aki egészséges volt, amikor megbízott lett, de megsiketült, mire megérkezett, csak hát kéne, hogy mondja, de nem tudja mondani, és ezért ebben már nem erősködtek olyannyira. De nem arra van szó, hogy eleve nem foglalkoztak a ritka esetekkel. Azt mondtam, hogy ihachi válnámi? Álma tánya, hú, átszma és évigítaj, én szöktem, mert van egy nechtám. Azt mondtam, hogy várjunk csak. Ha az egésznek az a lényeg, hogy nem akar a Talmud különbséget tenni a megbízottak között, és azért a ritka esetekről is beszél, akkor miért nem mondja, és a ritka esetek kapcsán is elrendeli, hogy mondja a megbízott azt, hogy előttem írták, és előttem írták alá, akkor miért nem ugyanez a helyzet magával a férjel? Ugye mi van akadban a még abszurdabb esetben, hogy a férj saját magát bízza meg, bármit is jelentsen ez, és azt mondja saját magának, hogy itt a geted, fogd és vidd Izraelbe, és amikor majd megérkezel Izraelbe, akkor mint megbízott add át, és ezzel a teljesen abszurd esettel kapcsolatban azt mondja később misna, hogy a férjnek már nem kell ezt mondani. Nem kell mondani, hogy előttem írták, és előttem írták alá. Miért nem? Ha nincs az a kiinduló pont, az a diszpozíció, hogy nem teszünk különbséget küldött és küldött között, akkor a férj esetében ezt miért nem kell? Azt mondja, Talmud, nagyon egyszerű, hogy miért nem. Tájma mája murában, hogy szöklányom fel a nektok, fel a nektok, fel a nektok, fel a nektok, fel a nektok. Az egésznek mi a célja? Miért rendeltük el, miért rendelték el a bölcsek, hogy kell mondani azt, hogy előttem írták, és előttem írták alá, hogy ne fordulhasson elő egy olyan eset, hogy a get átadása után a megbízott által jön a férj, és azt mondja, hogy ez a get nem volt jó, nem volt szép, nem volt érvényes. Ebben az esetben viszont, amikor a férj maga a megbízott, ez természetesen nem fordulhat elő, hiszen ő maga az, aki hozza a getet.
Szóval az ő esetében hásta minket nakit lebi jadé, hogy ő maga hozza a getet, virulika mára, előfordulhat, hogy később ő maga azt mondja, hogy ez nem is volt egy érvényes get, amit ő maga hozott, nyilván nem, és ezért a férj esetében ez a arany szabály, hogy nem teszünk különbséget küldött és küldött között, legyen bármilyen abszurd, és csak teoretikus az adott küldöttnek az esete, az a férj esetében nem áll fönn. Oké, okay. Nagyon nehezen is, de el tudtuk magyarázni azt, hogy Rába véleményével hogy tud egyezni ez a szabály, már az a szabály, hogy valaki egészségesen megkapta a getet, és mire megérkezett, megsiketült. Most egy másik esetből próbáljuk Rába véleményét megcáfolni. Tehát még egyszer, mi volt Rába véleménye? Rába véleménye az volt, hogy két oka is van annak, hogy miért kell mondja a küldött, hogy előttem írták és előttem írták alá. Az egyik ok az az, hogy ezzel rögtön beazonosítja a getten szereplő tanukat. A másik ok pedig, hogy ezzel biztosít bennünket arról, hogy a külföldi bézdin tisztában van azzal a szabállyal, hogy egy getet névre szólóan, személyre szólóan kell írni. Tasmád, bomine is Shmuel mi Rav Huna. Volt egy eset, hogy egyszer Shmuel megkérdezte Rav Hunától. Mi van akkor, hogy a snáim se viú get, mi dinaszajám, szichim se jajmár be fanáj nechtem, hogy én szichim lejmár. Mi van akkor, hogyha nem egy küldött, hanem két küldött hozza, két megbízott van, és közösen hozzák a getet. Kacsák kicsit túl hangosak, úgyhogy be kell zárnom az ajtót, egy pillanat. Szóval, mi van akkor, hogyha ketten hozzák rögtön a getet? Kell, hogy ők mondják azt, hogy előttem írták, vagy, és előttem írták alá, vagy nem? Má, ilu jaimru be fanai neu girs, amar lei, én cichim? Erre azt mondta Rav Huna, nem, nem kell, hogy mondják. Má, ilu jaimru be fanai neu girs, amir lei mehemni? És amikor két ember hozza, akkor annyira erős a get hozásának a ténye, annyira megdönthetetlen az érvényessége, hogy nincs erre szükség, hiszen hogyha két ember jönne, és nem is hozna getet, hanem csak azt mondaná, hogy előttünk vált el a férj az asszonytól, azt is elhinnénk nekik. Tehát ilyen értelemben a get érvényessége megdönthetetlen, mert ketten vannak, és ennek a kettőnek már egy teljes érvényű és teljes erejű tanúság vagy tanúvallomás státusza van. Most ugye ez kinek a véleményével kapcsolatban értelmezhető? Rava Niha? Rava véleményével. Miért? De mit mondott Rava? Az egész rendeletnek, hogy előttem írták, és előttem írták alá, az a célja, hogy ezzel azonosítsuk a tanúkat a geten, és érvényes legyen a get, vagy ne lehessen később az érvényességét megkérdőjelezni. Akkor erre egy jó válasz az, hogyha ketten jöttek, akkor nem kell, hogy mondják ezt, mert a kettő az már olyan erős, mint ha ők maguk tanúk lennének. De Rába kása. Rába véleményével viszont ez nem összeegyeztethető, mert Rába véleménye mi, hogy ezen kívül van még egy probléma, amit rendezni kell, az, hogy a külföldi bézdin nem tudjuk, hogy fel van-e készülve elég, és tudja-e azt, hogy egy get névre szólóan kell, hogy készüljön. Hiába vannak ketten, ebből még nem derül ki az, hogy a getet valóban névre szólóan készítették el. Akamájszkin, a láhás a lamdu. Ez a Talmud, miről van itt szó? Azután, hogy megtanulták. Már megtanulták a külföldi bézdinek is ezt a szabályt, hogy névre szólóan kell készülni a get. Igen, ihachi chadnami? Akkor ez azt jelenteni, hogyha tényleg erről beszélünk, hogy egy olyan esetben is, ahol nem ketten hozzák, hanem csak egy valaki hozza, de nem merül föl az a probléma, hogy később nem fogjuk tudni azonosítani a tanukat, mert mondjuk két közeli országról van szó. Ugye tengeren túlon, de két közeli város. Ugye ott nem merül föl, hogy nem lehet a tanukat azonosítani, és
ha igaz az, hogy már egy olyan korszakról beszélünk, amikor ők is megtanulták, hogy a getet névre szólan kell készíteni, akkor az a probléma sem merül fel, hogy esetleg ezt nem tudják. Akkor egy egyedüli küldött, egy egyedüli megbízott se kéne, hogy mondja, hogy előttem írták, és előttem írták alá. Azt mondtam, de azért azt mondták a rabik, zére sem a jákszott, de vagyok illakulaj. Mégis elrendelték, azért, mert hát, hogyha visszaesők lesznek, elfelejtik megint. Szóval, ihachi bétrein, nem így? Várjál csak, hogyha így van, akkor ha ketten jönnek, akkor ugyanez a probléma fönnáll. Ha ketten jönnek, hiába most már a külföldi bézrenek is tudják, hogy névre szólóan kell getet csinálni, fölmerülhet a gond, hogy, hogy el fogják felejteni. Bétre, de már is gita, minszadele, igen, igazad van. De a ketten jönnek, az olyan ritka, hogy két megbízott legyen, az annyira ritka, hogy ebben az esetben nem rendelték el a rabik, mert a ritka esetekkel nem foglalkoztak. A ritka esetekkel nem foglalkoztak, mert a isadele is hicha, út nána is átszma, hogy via gita, uil vád, és hi átszma, cicha, lai már, hogy fanai nechtam. Hát, hogy ne foglalkoznának? Hát ott van az az eset, amit már az előbb is idéztünk, hogy ha a férfi a saját feleségét teszi meg megbízottnak, és azt mondják, hogy itt a get, menj Izraelbe, és válj el ezzel a gettel, akkor a asszonynak magának is mondania kell, hogy előttem írták, és előttem írták alá. Hát ennél ritkább eset nincs, és mégis elrendelték a bölcsek, mégis foglalkoztak vele. Aztán úgy csinálja, hogy tachlekbe slichus. Igen, foglalkoztak vele, mert nem akartak különbséget tenni megbízott és megbízott között. Nem akartak különbséget tenni? Ihachi bál námi. Akkor ha ez így van, ugyanúgy az előzőkben is kérdeztük, akkor a férj esetén is elkételték volna, hogy rendelni, el kellett volna, hogy rendeljék ezt. Hát a férj saját magát tette megbízottnak. És mégis úgy tanuljuk, álma tánya hú, átszmise, ivi, gitoja, én ucajok, lemi, falaj, nechtam, falaj, nechtam. Hogy a férj, ha saját maga hozza a getjét, mint egy küldött, mint egy megbízott, akkor nem kell, hogy mondja azt, hogy előttem írták, előttem írták alá. Aztán Talmud ugyanúgy, mint az előbb, time, máj, amúrra, banon, szóval én fel, nektem, fel, nektem, az, hogy bármár passzillé. Szóval nem. Az nem csak egy ritka és abszurd eset, hogy a férj saját magát tegye meg küldöttnek, megbízottnak, hanem egy olyan eset is, ami egy önellentmondás lenne, hiszen miért rendelték el eleve a bölcsek ezt a mondást, hogy előttem írták, és előttem írták alá. Nehogy később jöjjön a férj, és kétségbe vonja az egészet. De itt a férj maga hozza, akkor nem fogja kétségbe vonni az egészet. Oké, akkor ezzel is sikerült valamennyire lerendezni, vagy visszaverni a támadást Rába véleményével szemben. És most egy újabb próbálkozása lesz a Talmudnak, hogy megdöntse Rába álláspontját. Még egyszer, mit mondott Rába? Hogy azért kell, hogy mondja a küldött, hogy előttem írták, és előttem írták alá, mert egy, ezzel azonosítja a tanukat a várólevelen, kettő, biztosít minket arra, hogy hiába külföldről jött, és a külföldi bézdinek felkészületlenek, de tudták azt, hogy a getet névre szólóan, személyre szólóan kell készíteni. Tasmá, mévi get, mindesz, jám, nasz, lallav, lej, amellom, fanáj nechtav, imniszkájm, hajszpöv, karse, imláv, passzum. Van egy brájta, ami a következőt mondja. Mi van akkor, hogyha valaki hozott egy getet a tengeren túlról, átadta az asszonynak, ugye megbízottként hozta és átadta az asszonynak, de nem mondta azt, hogy előttem írták, és előttem írták alá. Azt mondja a brájta, ha be tudjuk azonosítani a tanúkat a geten, akkor a válás érvényes. Ha nem, akkor nem. Majd hozzáteszi a brájta, és azt mondja, Heve, lai huszrich a lai már be fanai nechtam, le hachmire lea, elele hakjele lea. Hiszen nem azért rendelték el a bölcsek, hogy mondja azt, hogy előttem írták, és előttem írták alá, mert szigorítani akarták az asszonynak a helyzetét, hanem azért, hogy enyhítsék a helyzetét. Rava, niha. Rava álláspontjával teljesen koherensen egybe vág ez a brájta. Mert mit mond a brájta? Ha nem mondta a küldött azt, hogy előttem írták, és előttem írták alá, ha lehet azonosítani a tanúkat, akkor jók vagyunk. Mert mi az egyetlen probléma a tanúk azonosítása? Hiszen nem azért kell mondja, hogy előttem írták, és előttem írták alá, mert ezzel valamilyen szigorítást akarunk csinálni, hanem azért, hogy enyhítsük. Alapból két ember kéne ahhoz, hogy azonosítsuk a getet. Őt csak egyedül jött. A rabbik mégis enyhítettek itt a szabályokon azért, hogy a nőnek egyszerűbb legyen a vállás,
és azt mondták, hogy ő egyedülként is elég, hogy azonosítsa a getet, ez a geten szereplő aláírókat, hogyha azt mondja, hogy előttem írták, és előttem írták alá. Ha nem mondja ezt, akkor marad az alaphelyzet, hogy két ember kell hozzá. Oké, ez Rava szerint tökéletes. Rába szerint viszont nem. Mert Rába szerint hiába azonosítjuk a getet a hagyományos azonosítási formákkal, azt a problémát még mindig nem oldottuk meg, hogy a get írásakor az a külföldi bézdin tudta azt a fontos szabályt, hogy a getet azt névre, személyre szólóan kell írni. Azt mondja, Talmud, akkor már hisz kinnan, lákes a lomdú. Megint csak azzal jön elő a Talmud, azzal próbálja magyarázni a dolgot, hogy miről van itt szó. Egy olyan arról az esetről, arról a korszakról, amikor már a külföldiek is tudták ezt. De a Mártak Zémora sem, hogy játszott, de valami kulkulai. Azt mondtam, hogy várjál csak. Most már nem először mondod ezt. De minden alkalommal eljutottunk oda is, hogy ugyan egy olyan korban vagyunk, amikor már megtanulták, mégis elrendelték a bölcsek azért, hogy nehogy visszaesők legyenek, és megint elfelejtették. Itt miért nem mondod ezt? Azt mondják, se niszesz? Azért nem, mert itt már egy olyan esetről van szó, amikor túl vagyunk a válláson, és a nő már egy új férjhez hozzáment, és nem akarták a rabbik itt akkor ilyen szigorúak lenni, és ezért elengedték ezt a dolgot. Ha be lehetett azonosítani a getet, akkor elég, mivel már amúgy is a külföldi pénzek megtanulták, hogy névre szólóan kell készülni a get, ezért attól nem kell tartani, mert általában egy kicsit tartunk, hogy esetleg elfelejtették azóta, de ez esetben, amikor már tényleg hozzáment egy új férjhez, és nagyon súlyos következményei lehetnének, hogyha a getet érvénytelenítenénk, mert akkor ő egy tulajdonképpen az eredeti házasságának a házasság törésében él, a gyereke törvénytelen gyerek, ezért itt már nem rendelték ezt el. Azt mondja, Talmud, Jachi, hevé lője, hogy szikolai, mert van egy nektem, látom, le, ha kell, le, a misum, de nisze szó. Azt mondja, Talmud, de várjál csak. Akkor a Brájta vége, az a megjegyzés, ami a Brájta végén van, az nem stimmel, mert mit mond a Brájta végén a megjegyzés? Hogy ebből látjuk, hogy az a rendelet, amit elrendeltek, hogy kell, hogy mondja a küldött, hogy előttem írták, és előttem írták alá, azt azért csinálták a rabbik, hogy enyhítsék ennek a helyzetén, és nem azért, hogy súlyosbítsák a helyzetét az asszonynak. Tehát nem erről van szó. Nem ezért van rendben ez a get, hanem azért, mert az asszony már hozzáment egy új férjhez. Azt mondtam, hogy hachika már, így kell érteni a szöveget. Hítém, malák, mire le, vagy lávka. Azt mondtam, hogy úgy kell érteni. Ha fölmerülne benned, hogy hiába a házasodott az asszony, mégis legyünk szigorúak vele szemben, és kötelezzük, hogy váljon el. Heaven, itzik, lejmer, fel egy nektam, mert lákmen el, ha kell el. Akkor tudd meg, hogy ennek nem lenne semmi értelme, hiszen az egész, hogy elrendelték azt, hogy mondja azt a küldött, hogy előttem írták, és előttem írták alá, az azért, hogy az asszony helyzetét könnyítsük. Mit jelent, hogy könnyítsük? Time of my. Dilma assi bálum áról passzele. Nehogy később a férj jöjjön, és akarja érvényteleníteni a getet. Ezért mi előre könnyíteni akarunk az asszony helyzetén, hogy már ez egy zárt rendszer legyen, és ne lehessen a getet érvényteleníteni. Hasta balk lojka mare, annan nikum benare le, akkor csak nem lenne logikus, hogy most, amikor az előző férj nem jött még, vagy nem jelent meg, nem próbálja érvényteni a getet, mi próbáljuk meg érvényteni a getet, azután, hogy a nő hozzáment egy másik férfihez, ebben nem lenne logika. Oké, akkor ezen is sikerült Rába véleményét megvédeni, és most a Talmud próbálkozik valamivel, méghozzá azzal, hogy Rába és Rava véleményét összehasonlítsa egy nemzedékkel korábbi vitával, Rabbi Jöjjön és Rabbi Suhaben Lévi között. Ami úgy tűnik, hogy ugyanez a vita. Ugye ugyanaz a vita, még egyszer, hogy mi az oka annak, hogy a küldött, a megbízott azt kell, hogy mondja, hogy előttem írták, és előttem írták alá. Az egyik vélemény szerint, Rába szerint az, mert a külföldi bézinek nem tudják, hogy néven szóval kell a getet csinálni, Rava szerint pedig az, hogy ezzel azonosítjuk rögtön a geten lévő aláírásokat, és a get érvényességét később nem lehet majd kétségbe vonni. Tehát Rabbi Jöjjön és Rabbi Lévi is vitatkoztak, Hád Amar Lefis Eimbe Kínlesma, Hád Amar Lefis Eimbe Kínlesma, Kájmoj. Az egyikük azt mondta, hogy az oka ennek a rendeletnek, ugyanúgy, mint ahogy az előbb mondtuk, az, hogy a külföldi bézinek nem tudják,
hogy a várólevelet, a getet, azt névre szólóan, személyre szólóan kell készíteni. A másik pedig azt mondta, hogy az oka ennek az, hogy a messzi országból nehéz lesz majd beidézni a tanúkat, azért, hogy azonosítsuk az aláírásukat, és ezzel érvényt szerezzünk az okiratnak. Oké. Okay. Tehát ugyanazok az érvek, mint Rába és Rava esetében, csak itt Rabbi Yochanan és Rabbi Yeshua ben Lévi a vitázó két fél. Nem tudjuk viszont még, hogy melyikük van melyik állásponton. Csak annyit mondott a Brájta, hogy van egy vita Rabbi Yochanan és Rabbi Yeshua ben Lévi között, az egyikük ezt mondja, a másikuk azt mondja, de melyik mondja melyiket, azt nem tudjuk. Először ezt kéne tisztázni. Tisztáim, de Rabbi Yeshua ben Lévi uda, amele fisémikén is ma. Tételezzük fel, hogy Rabbi Yeshua ben Lévi az, aki azt mondja, hogy a rendelet oka az, hogy a külföldi bézlek nem tudják, nem ismerik ezt a szabályt, hogy a getet névre szólóan kell csinálni. Miért? Honnan veszük ezt a feltételezést? De Simon Brába, Aisei Gita, Lekem Mei, de Revisuaben Lévi, hiszen tudjuk, hogy történt egyszer, hogy Simon Brába hozott egy kérdéses getet, bocsánat, nem egy kérdéses getet, hozott egy getet megbízottként Revisuaben Lévihez, ami soha Lévi bíróságához, amelyet szikénele, mém, fenn nektam, és megkérdezte tőle, mond, kell, hogy mondjam azt, hogy előttem írták, s előttem írták alá? Hogy laj, vagy nem kell, hogy mondjam. Mert laj, laj, szrihesz. Azt mondta nekem, hogy soha Lévi nem kell. Laj, amru ellen, dejrész is sejnyim, s én is ma, am dejrész a chrém, de bekín, is ma, laj. Miért? Mert mikor írta elő a misna, hogy kell mondani azt, hogy előttem írták, s előttem írták alá? A kezdeti korokban, amikor a külföldi bézinek még nem voltak elég felkészültek, és nem ismerték ezt a szabályt, hogy a getet névre szólóan kell készíteni. De ma, amikor ezt már mindenki tudja, elterjedt, ez a tudás, ma már nem kell mondani. Tisztáljon, igazad van. Ez ebben egyértelműen kiderül, hogy ebben Yeshua ben Lévi van a Rába féle állásponton, jelesül, hogy az oka annak, hogy kell mondja a küldött, a megbízott azt, hogy előttem írták, és előttem írták alá, az az, hogy a külföldi bézinek nem tudják azt, hogy a getet névre szólóan kell készíteni. Tisztáljon, tényleg így van. Tízbe a harrába iszléled rava. Vajt, ha rinnan, sem a jászod, aki a kulasszakám, valami nem stimmel itt. Mi ugye azzal fejeztük be tegnap, hogy igaz, hogy ez Rába véleménye, de közben Rába azzal is egyetért, amit Rava mond. Mit mondott Rava? Hogy azért is kell mondja ezt, hogy előttem írták, s előttem írták alá, mert ezzel rögtön azonosítja a két tanú. Akkor nem is soha Lévi. Hogy mondhatta azt, hogy nem kell mondani ezt, hogy előttem írták, s előttem írták alá, hiszen már mindenki tudja azt a szabályt, hogy névre szólóan kell készülni a getet. Oké, de közben a Rava féle érv, az továbbra is ott van, hogy ezzel azonosítjuk a getet, és ezzel az érvel is egyetértett Rába. A másik pedig, hogy korábban visszatérő érvelés volt, hogy ugyan már egy olyan korban vagyunk, amikor a külföldi bézdenek is tudják azt, hogy névre szólóan kell írni a getet, ezettől függetlenül a rabbik megtartották a rendeletet, mert azt mondták, nehogy később elfelejtődjön újra. Itt miért nem mondta ezt, Rabbi Yeshua ben Lévi? Ella Rabbi Shimon bar Abba, inni shechlina have bidei. Vahad elei chasiv lei, misum kvaidoi, de Rabbi Shimon. Azt mondja, a Talmud, miről van itt szó? Rabbi Shimon bar Abba esete egy olyan eset volt, amikor ketten voltak. Nem egyedül hozta a getet, hanem volt még egy társa. Ezért az a probléma, hogy később nem lehet beazonosítani a getet, az nem volt. Mi volt az egyetlen ügy? Hogy nem tudják. Hogy nem tudják a külföldi bézdinek, hogy névre szólóan kell a getet csinálni. Tekintve, hogy most már megtanulták, ezért Yeshua ben Lévi azon az állásponton volt, hogy bár normál esetben ennek dacára a rabbik azon az állásponton voltak, hogy mégis mondja, mert nehogy elfelejtsék, de mivel itt egy olyan esetről beszélünk, hogy két ember hozta, ez egy olyan ritka eset, amikor egy ilyen ritka esetben már nem rendtettek egy ilyen extra-extra bónusz-bónusz rendeletet a rabbik. Oké. Akkor ezt a kérdést is tisztáztuk. Megyünk tovább. Itt már bifnei kama nöjszni la, rabbi jéhanem rabchanina, hádamar bifnei snáj, hádamar bifnei slajse. Később lesz egy Nisna, ami arról szól, hogy amikor a megbízott hozza a várólevelet, és azt átadja a nőnek, akkor hogyan kell az átadás történjen? Ugye egy normál esetben is, hogy csak értsük,
Ugye, ahogy később erről lesz szó, van Eidei Chassima és Eidei Messira. Vannak ugye azok, akik aláírják a getet, és van az átadáskor is két tanú, akik látni kell, hogy lássák, hogy átadják a getet. Ugye itt most a megbízott hozza a getet. Hány ember előtt kell, hogy átadja a getet? Vita van Rabbi Jochanan és Rabbi Hanina között. Az egyikük azt mondja, hogy kettő ember előtt, két tanú, Hádam, Arbifnésla is. A másikuk azt mondja, hogy három ember előtt. Mi lenne az értelme a három embernek? Előre mondom, hogy nagyjából az, hogy esetleg nem elég, hogy két tanú előtt kell átadja a getet, hanem egy bíróság előtt. Miért kéne egy bíróság előtt? Mondjuk azért, mert egy get, vagy egy okirat azonosítása is, és ezzel való érvényesítése is egy bíróság feladata, tehát a bíróság pedig minimum három ember. Tehát akkor ez a vita. De ugye Jochanan és Rabbi Hanina vitatkoznak, az egyikük azt mondja, hogy két ember előtt, a másik azt mondja, hogy három ember előtt. Megint csak nem világos, hogy melyik mondja melyiket. Akkor először ezt tisztázzuk. Tisztáim, de Rabbi Jochanan, de Amar Bifnei Snáim, de Rabbi Rav Chisda, Aiszeg, Itelek, Méd, Rabbi Jochanan, Amelé, Zil Havlé, Bápe, Tréve, Ime, Leu, Bifana, egy Nechta, Fana, és ő Nechta. Tételezzük föl, hogy Rabbi Jochanan az, aki azt mondja, hogy két ember előtt. Miért? Mert valóban van egy ilyen feljegyzés, hogy egyszer jött Rabin, bár a Chisda, és hozott egy getet Rabbi Jochanan elé, és azt mondta ki Rabbi Jochanan, hozzá két embert, és a két ember előtt add át az asszonynak a getet. Azt mondta, amúgy tisztáljam, tényleg ez egyértelmű. Akkor ebből egyértelműen kiderül, hogy a getet két ember előtt kell átadni. Rabbi Jochanan szerint, tehát Rabbi Jochanan az, aki a vitában van azon az állásponton, hogy két ember előtt. És ezek szerint akkor Rabbi Hanina az, aki azt mondja, hogy három előtt. Három ember előtt. Mi akkor ezek szerint a vita közöttük, a vita elvi része? Tisztáim lém, azt mondtam, hogy lémben halkam iflegint, de mándal már, bifnés, táim, köszavár, lefise, én mikén is ma, mándal, bifnés, lezsak, köszavár, lefise, én, édim, cújim, le kábla, kájma. Azt mondtam, hogy nem mondom, mi lehet esetleg az elvi része a vitának, a mögöttes része a vitának. Hogy Rabbi Jochanan, aki azt mondja, hogy két ember előtt, ő miért mondja ezt? Mert azt mondja, a problémánk az az, hogy nem tudjuk, hogy a külföldi Beis Din ismeri-e azt a szabályt, hogy névre szólóan kell a getet készíteni. Erről tesz tanúbizonyságot a megbízott, hogy igenis tudták, előttem írták alá, tehát minden rendszerint és szabályosan történt. És ezt elég, hogyha két ember előtt teszi, mert ez tulajdonképpen egy tanúvallomásszerű dolog. Mándalmányokat is leüsek össze a válnöf is, én nem így szóinak kájmai. Viszont Rabbi Hanina, aki azt mondja, hogy három ember előtt kell, ő azon az állásponton van, hogy itt a probléma az, hogy a tanúkat kell beazonosítani, és ez a mondás, hogy előttem írták, és előttem írták alá, ez egy tanúazonosítási eljárás tulajdonképpen. Egy tanúazonosítási eljárást három ember előtt kell csinálni, egy Beis Din előtt kell csinálni. Azt mondja, tanú, vagy tízbera? Tényleg? Ez lenne akkor a vita elvi része? Ez nem stimmel. Miért? Ha minden rabbi is jobban lévő, amár a fise, én mikén is ma rabbi éjjel, hanem a fise, én minden rabbi szóval kájmai. Ha éjjel, kamar rabbi éjjel, nem ifne is náj? Vagy ha rába íz léde rába? Szóval két probléma is van ez. Az egyik az az, hogy ez előbb, amikor egy másik vitában, Rabbi Yehoshua ben Lévi és Rabbi Jochanan vitájában. Arra a konklúzióra jutottunk, Rabbi Yehoshua ben Lévi az, aki egyetért Rábával, hogy az oka a mondásnak az, hogy a külföldi vézinek nem tudják, hogy hogy névre szóval kell getet csinálni. És ezek szerint akkor a vita partnere Rabbi Jochanan volt az, aki azon az állásponton volt, hogy az egésznek a tanúk azonosítása a célja. Akkor ebben a vitában nem lehet az, hogy Rabbi Jochanan az, aki nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy a külföldi béznek nem ismerik az oka az egésznek. Ez az első kérdés. A másik kérdés az, hogy már többször mondtuk, hogy Rába és Rava ugyan vitatkozik, de Rába egyetért azzal, amit Rava mond, csak hozzátesz valamit. Tehát Rába is azt mondja, hogy azonosítani kell. Ha azonosítani kell, akkor szerinte is három ember előtt kéne átadni.
Azt mondtam, hogy tudod, akkor újraértelmezzük a vitát. Tehát akkor még egyszer Rabbi Yochanan és Rabbi Hanina vitája, mely szerint Rabbi Yochanan szerint két ember előtt, Rabbi Hanina szerint három ember előtt kell átadni a getet. Mi ennek a vitának az elvi oka? Most megmondjuk, hogy mi az elvi oka. Ellade kula alma be inna neidi mitzuin lekaima. Valójában mindenki egyetért, hogy két oka, mindenki egyetért, hogy biztos, hogy azonosítani kell a getet. Tehát, hogy csak rába ehhez hozzáteszi pluszban, hogy még azt is el kell mondani, hogy az a Bézdin tudta, hogy névre szólón kell a getet csinálni. De az, hogy az azonosítási eljárásra szükség van, az nem kérdés. Tehát azért elvileg mindenképp egy Bézdin-szerű felállásban kell ezt a getet átadni, tehát három ember előtt. A vita az az, ha is nyelk nász-e én, de én nász-e dáinkem is ligi. A kérdés az, hogy válhat-e a sliach a megbízott tanúvá, és a tanú bíróvá. Ugye mi a helyzet? Egy bíróság minimum összetétele három fő. A tanú játszhat-e egyszerre két kalapban? Válhat-e a tanú, leveheti a tanú sapkáját, és fölveszi a bíró sapkáját? Ez egy olyan kérdés, amiről már volt szó korábbi tanulmányaink során, ami egy átfogó jogi kérdés. Hogy adott esetben, ha egy bíróságnál hiányzik a harmadik fő, akkor meg lehet-e azt csinálni, hogy az egyik pillanatban a tanú az tanú, a következő pillanatban pedig bíró. Ez egyik kérdés. És a másik kérdés, hogy sliach nászeid, egy megbízott, az válhat-e tanúvá? Mándalmar bűfnés náimke szava sliach nászeid, vénén, éd nászeid, dájön. Az, aki azon az állásponton van, ugye Rabbi Yochanan, hogy két ember előtt elég átadni a getet, ő úgy azon az állásponton van, hogy egy sliach, egy megbízott válhat tanúvá, ő ugyanis itt most tanúként fogja azonosítani a két aláírás, és nem csak tanúvá válhat, hanem tanúból válhat bírává is. És ezért hiába csak két ember előtt adja át, ő a harmadik maga. Umán, de amár bifné is laisa, köszavár. Sliach nász-e édve, én éd, elász-e dájön. De Mihanina pedig, aki azt mondja, hogy három ember előtt kell, hogy átadja a küldött, ő az az állásponton van, hogy a küldött válhat tanúvá, hiszen ő tanúként azonosítja be a getet, viszont a tanú nem válhat bíróvá, és ezért három ember kell, hogy legyen, aki előtt átadja. Gyönyörű. A Kájmalendere banon, ne így nászed, dájön? Azt mondtam, hogy várjunk csak, lehet ebben egyáltalán vita? Ennek a diskurzusnak a vége, már annak a diskurzusnak, hogy egy éd nászed, dájön, hogy egy tanú válhat-e bírává, ennek a diskurzusnak a végén arra a konklúzióra jutott a Talmud, úgy általában, hogy rabinikus esetekben, amikor az egész eljárás egy rabinikus szintű eljárás, abban válhat. Itt ugye erről van szó, hiszen az egész dolog, hogy kell mondja, nem kell mondja, ez egy rabinikus rendelet. Akkor itt nem lehet vita abban, hogy válhat-e a tanú bírává, vagy sem. Elachavek a miflé, de márszavek kivén, de isa, sejre lavi ezeket, zimnin de májszile itessza, szamche alé, idach isa, mide jade, ve laj szamche alá. Oké, akkor itt a Talmud egy kicsit tovább cizellálja ezt az egészet, és a következőt mondja. Ugye a talmudi jogban a nők nem válhattak tanúvá, és nem válhattak bírává. Ugye ennek a legtöbb vélemény szerint nem az volt az oka, hogy a nők nem szavahihetőek, hanem a státuszuknál, társadalmi státuszuknál fogva, nem akarták a nőket egy olyan kiszolgáltatott helyzetbe tenni, hogy tanúként, tanúvallomást kell, hogy tegyenek. Ugye az azt jelenti különben a halakhában egy tanúvallomásnál maga a fél, maga a tanú is a peres eljárás részeként egy kiszolgáltatott helyzetbe kerül. És itt tovább, és ezért csak a legritkább esetekben engedték meg, vagy adták meg a lehetőséget erre, amikor valamilyen módon a nők jogait
hogy érdekeit szolgálta, hogy tanúként vagy bíraként lépjenek föl. Mint például ebben az esetben. Ugye itt az egész, hogy megkönnyítsük a nők válási helyzetét, és ne legyen az, hogy szalma özvegyként magukra maradjanak, kivételt tesz a halaká, és azt mondja, hogy a nő is válhat megbízóvá, megbízottá, és ő is lehet az, aki maga mondja azt, hogy előttem írták, se előttem írták alá, tehát így módon tanúvá. Viszont bírává nem. Ez esetben sem akarták. És az a kérdés, hogy tekintet arra, hogy itt van egy kivétel a tanú kapcsán, kell attól, vagy kell arra előre ügyelnünk, hogy ne álljon elő egy olyan helyzet, hogyha egy nő hozza a getet, akkor őt majd, mint tanú, utána beszámítják bíróvá is, és ezért előre rendelték el, hogy három ember előtt adja, és ezért a bíróság a tanú nélkül is felálló bíróság legyen. És ez a vita Rabbi Yochanan között, és Rabbi Hanina között, Rabbi Yochanan között szerint erre nem kell tartani, ez nem egy olyan, ez egy olyan távoli eset, hogy ez nem, emiatt nem kell külön az összes esetet így rendelni. Rabbi Hanina szerint viszont kell. Oké. Tanyaka vasszid Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan tehát azt mondta, hogy két ember előtt elég átadni a getet. Az ő véleményét erősíti egy brájta. A brájta mit mond? A méviget mindezze, jam nasz nevle jam elebe fanáj nechtam, fanáj nechtam, jöjci. A vlád mamzer dibrebi mér. A brájta arról beszél, hogyha valaki hozott getet, de nem mondta azt, hogy előttem írták, s előttem írták alá, majd ezek után a nő hozzáment egy másik férfihez abban a hitben, hogy a válás érvényes volt, akkor ő miért? Nagyon szigorú, és azt mondja, el kell válni az új férjétől, sőt, hogyha egy gyereke született közben, az törvénytelen gyerek. Ha én nem látom mámzer, a bölcsek szerint viszont nincs így, a gyerek nem számít törvénytelen gyereknek, nem voltak ilyen szigorúak. Kétszer jársz-e, akkor mit mondanak a bölcsek, mit kell csinálni? Itt lenne, hogy mennem jársz, hogy tennem is nincs, jön, mert vele nektem. Nagyon egyszerű, adják újra a getet. A rend kedvéért csinálják újra az eljárást. Adja vissza a getet, és a férfi a küldött adja neki újra oda, és mondja azt, előttem írták, se előttem írták alá. Rabbi Meir, Mishum, de lejam már, van egy nektem. Jó, így szívább, lát, mámze. Tam lesz, ez nagyon furcsa. Tényleg, Rabbi Meir ilyen szigorú, hogy elrendeli azt, hogy ha nem mondta, elmulasztotta mondani, akkor ez a gyerek törvénytelen gyerek, és az egész életet tönkre van téve. Ez hol itt a logika? Azt mondja, igen, én. Rabbi Meir lett a mélyed arra, mert ha mondom is mélyed, de ulla, én mert egyre mélyek, ha most nem lehet beérsé, tavaly, ha hamim meg itt, én jöjj, szíve, vlád, mámzer. Mert Rabbi Meir azon az állásponton volt, hogy a rabbiknak ugye hajlamosak vagyunk arra, hogy egy rabbinikus rendeletet azt egy kicsit olyan jobban félváról vegyünk, mint egy tórai szabályt. És ő rá akart erősíteni a rabbik rendeleteire, és ez azt mondta, bárki megváltoztatja a rabbik rendeletét, vagy semmibe veszi, annak az a súlya meg kell adni, vagy azt olyan büntetése kell, hogy legyen, hogy az el kelljen, hogy váljon, és a gyermek, törvénytelen gyermek lesz. Azért, hogy az egész rabinikus rendeleti rendszert azt vegyék komolyan, és súlyán kezeljék a bírák és az emberek. Oké, bár is legyen, ugye nem ez a halaká, de miért is a bölcsek vitában a bölcseket követi a halakát, tehát nem kell a nőnek elválnia, és a gyerek nem törvénytelen gyerek. Viszont ebben az egész vitában van egy megfogalmazás, ami Rabbi Yochanan véleményét erősíti. És ez az, hogy azt mondja, hogy a bölcsek mit mondanak. Nem kell elválnia az új férjétől, nem lesz a gyerek törvénytelen gyerek, annyit kell csinálni, vissza kell adni a getet, és a megbízott újra adja oda neki két ember előtt, és mondja azt, előttem írták, s előttem írták alá. Ebből egyértelműen kiderül, hogy Rabbi Yochanan van igaza. Miért? Mert mit mond a brájta? Két ember előtt. Tehát Rabbi Yochanan véleménye lehet a helyes vélemény, hogy a getet kettő és nem három személy előtt kell átadni. Kedves barátaim, idáig tartott a mai nap. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. A tegnapi Szota traktátus felvétele már megtörtént. Még nem került föl a Facebookra, de hamarosan föl fog oda is kerülni, és a napitalmud.hu-ra. És a mai Szota adag is
érkezik, feltehetően ma este élőben. Úgyhogy akinek még lesz energiája olyan este 8-9 körül még egy kicsit tanulni, az figyelje a Facebookot, és addig is kívánok nektek egy gyönyörű csütörtöki napot, a legjobbakat a viszontlátásra, viszont hallásra.